Kedves kolléganők és kollégák, jelentkezek a következő videómmal, melyben már a várva várt tesztkészítéssel fogunk foglalkozni. A tesztkészítés részét valószínűleg szét fogom szedni két részre. Az első részében magával a kérdések kidolgozásával fogunk foglalkozni, a következő részben meg a valóságos tesztek elkészítésével fogok foglalkozni. Ismételten keressük meg ugye a saját kurzusunkat. Megtalálom, itt vagyok. Jó. Na most, amire nekünk szükségünk lesz, az itt alul található az adminisztrációs résznél a kérdésbank. Görgessük le ezt a kérdésbankot, valami mindjárt be is töltődik ide, most ezt ne figyeljünk ide. A kérdésbanknál nézzük meg, hogy mik található. Vannak a kérdések, és vannak a kategóriák. Menjünk ebbe a kategóriákba bele. Egyáltalán mit is jelentenek ezek a kategóriák? A kategóriák azt jelentik, hogy milyen fajta tantárgy, hogy tegyünk kérdéseket. Példát mondok, tehát itt látjátok, ez az én részem, ez az alsókat most ne nézzétek itt egyáltalán, ez most számotokra nem érdekes, ezt nézzétek, tehát azt mondom, hogy ugye van az én kurzusom, itt van egy informatika kategóriám kérdésekre, tehát ide fogom pakolni az informatikára vonatkozó kérdéseket. Tehát ezeknek a kategóriáknak az elkészítését tudjuk itt megtenni. Tehát itt én nekem már látjátok, van egy informatika nevezetű kategóriám, amiben már van különben 8 kérdés, és kiírjak, hogy hány darab kérdés van benne. Tehát most készítek egy olyant, hogy vállalkozási ismeretek. Na most, itt nagyon fontos, felettes kategóriánál, hogy tehát a saját neved alapbeállítása legyen kiválasztva. Tehát ez a lényeg, erre nagyon vigyázzatok mindig, hogyha kategóriát adtok. Mert különben elkeveredik, hogy hova tetted a kérdéseidet. Jó, ide csak adok egy nevet a kérdés kategóriának, azt mondom, hogy vállalkozási ismeret. Opa. Vállalkozási ismeretek. Jó, és itt az alján hozzáadom ezt a kategóriát. Az alján hozzáadom a kategóriát. És látjátok, már van egy vállalkozási ismeretek kategóriám is. De most én mit ajánlok nektek? Azt ajánlom, hogy tehát van például az 1-2-es osztályba tartatok matematikát. Akkor azt mondod neki, hogy az 1-2 matematika kérdések fognak ide belekerülni. Ídni. Kategória hozzáadása. Na most, cifrázom egy picikét, mert azt mondod, hogy 1-2 matematika. Most itt lehet, hogy lesznek majd a törtek, a geometria, a nem tudom én micsoda. Ha így szeretnéd, akkor most már tudod azt itt csinálni a felettes kategóriánál, hogy az 1-2 matematikánál alá még beteszel egy olyasmit, hogy geometria, metria, ott hozzáadod. Látod? Tehát itt van, tehát ez az én fő kurzusom. Az 1-2-es kérdések, informatika kérdések, vállalkozás kérdések, de az 1-2 matek alatt már van egy geometriám. És akkor oda teszek egy 1-2-be egy trigonometriát. Trigonometria. Jó. Hozzáadtam. Most mit értem el ebbe? Sokkal átláthatóbbá tudom tenni a kérdéseimet is. Ez majd később a teszt kiadásánál fontos lesz, hogy honnan szedje a kérdéseket majd a teszthöz. Mert ugyanis ez arra fognak szolgálni ezek a kategóriák, hogy könnyedén hozzá tudjuk majd a tesztünkhez adni a kérdéseket. Remélem, hogy itt így eddig érthető voltam. Megyek akkor tovább. Ismét lemegyek ide legalúra, ahol itt a kérdésbanknál most visszatérek a kérdésekre. Jó. Na most, mit látunk itt? Itt azt látjuk, hogy a Lőrik Lajos Hú alapbeállításában összvisz mennyi kérdés van. Itt az összes kérdés fel lesz sorolva. Én már ide tettem pár kérdést be. Na most, ha
Itt felül kiválasztom, hogy hova akarok kérdéseket betenni. Tegyük fel, akarok a vállalkozási ismeretekhez kérdéseket tenni. Itt látjátok, hogy üres lett. És majd itt ebben a gombbal tudom majd a kérdést hozzáadni. Tehát itt fönt az első lépésként, hogyha kérdést akarunk készíteni, ki kell választanunk, hogy hova akarom tenni a kérdést. Tehát melyik kategóriába szeretném a kérdést betenni. Tehát most tegyük fel, hogy én a vállalkozási ismeretekhoz ne tegyük fel azt, hogy én továbbiakban is az informatikába akarok majd a kérdéseket betenni. Jó, új kérdést ezzel a gombbal tudunk adni. De többit ezt itt ne is nézzétek, ez nem érdekes. Az új kérdés létrehozásával tudunk adni. Na most, hát itt lesz érdekes a dolog, ugyanis itt nagyon sok kérdés típus van. Nyugodtan szórakozhattok bármelyikkel, annyi, hogy ez a három kérdés típust fogom én nektek megmutatni, hogyan kell használni, tehát a feleletválasztóst, az igaz-hamist, valamint a párosítóst. Tehát én kezdem, a többieket nyugodtan próbálkozhattok vele, magyarázatot én most nem fogok adni, de egy 10 kérdéses teszthez szerintem ez a három fajta kérdés típus untig elég lesz. Megyek a feleletválasztós kérdéshez. Rákattintok, tehát ilyent szeretnék hozzáadni. Jó. Adok nevet a kérdésnek. Azt mondom, hogy itt most mit ajánlok? Azt ajánlom, hogy ide már írd be magát a kérdés nevét. Tehát, vagyis a kérdésedet. Könnyebb lesz utána azonosítanod. Tehát a kérdés neve most számomra az lesz, hogy mik a monitor típusai? Milyen típusú, rosszul fogalmaztam, milyen típusú monitorok léteznek? Kérdőjel. Jó. Na most én azt ajánlom, hogy ezt a kérdést, tehát ezt a kérdésedet rögtön copy-paste-ezzed, és tedd be ide a kérdés szövegéhez. Tehát ide, milyen típusú monitorok léteznek? Tehát ez fog majd megjelenni a tanulóknál. Tehát ez, ide írd a kérdésedet, ténylegesen. Megyek tovább. Alapjegy. Arra szolgál, hogy súlyozzuk a kérdést. Tehát amikor pontozni szeretnéd a kérdésedet, azt ide beírod. Nagyon ajánlom, hogy ilyen 5 pontonként adjál, fokozd a nehézséget. Azt mondom, hogy ez egy aránylag könnyű kérdés, ez egy 5 pontos kérdés lesz. A közepes nehézségű legyen egy 10 pontos, a nagyon nehéz legyen 15 pontos kérdés. Ez én azt mondom, hogy ez egy 5 pontos kérdés. Általános visszajelzéshez nem kell semmi, hanem a többi. Na most itt jön még egy lényeges rész. Azt mondja, hogy egy vagy több válasz. Ebben az esetben itt több válasz fog lenni, ki kell választanom, hogy több válasz lesz lehetséges majd erre a kérdésre adni. A választ lehetőségeket keverje össze, legyen bekapcsolva, nagyon jó. És a választ lehetőségek számozása, tehát hogy legyen A, B, C, D, ilyen számozás, vagy valami hasonló. Őszintén szóval én ezt ki szoktam kapcsolni, ez csak zavar. De ha te benne akarod hagyni, akkor nyugodtan számozhatod a kérdéseket. Mindegy, rosszat nem csinálsz vele. Én most ezt azt mondom, hogy nincs számozás. Na, és akkor következnek maguk a válaszok. Ugye, az volt a kérdésem, hogy milyen típusú monitorok léteznek. Kétfajta monitor típus létezik, léteznek a TFT-k és a CRT monitorok. Na most azt mondom, hogy, hogy ne keveredj össze, mivel én nekem két válasz lehetőségem van, az első kettőhöz mindjárt beírom a helyes válaszokat, és azt mondom, hogy tehát vannak a CRT monitorok, és vannak a TFT monitorok. És a pontozás. A pontozásnál azt mondom, hogy ugyebár két helyes válasz van, tehát hogyha valaki csak a CRT-t tudja, azért 50%-ot, ha valaki csak a TFT-t tudja, az is ér 50%-ot. Így ez a kettő együtt 100%-os helyességgel bír. Most megyek tovább. A harmadik válasz lehetőség, az például legyen az, hogy
Hogy. Hát igen, már ígattam elő, ez LCD. LCD. Jó. Lehet például azt mondom, hogy Matrix. Hát ezt most így kitaláltam, hogy ez ide megy. Hogy legyen még valamennyi válasz lehetőségem. Vagy például azt mondom, hogy tintasugaras. Vagy azt mondom még, ötödik válasz lehetőségnek, hogy legyen mondjuk a CPU. Hú, ilyen is van. Na most, tehát ezek ugyan nem helyes válaszok most már én nálam. Mit tudok itt csinálni? Pontozásnál ugye, vagy azt mondom, hogy nincs pont, vagy azt mondom, hogy nehogy véletlenül valaki azt csinálja, hogy az összeset bepontozza, és akkor majd csak jó lesz valami, akkor azt mondom neki, hogy bizony én ezekért az összpont számból bizony én levonok, ha rosszat karikáz, mondjuk rá 25%-ot. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanulónak tudnia is kell itt a választ, nem csak az, hogy majd kiválasztjuk az összeset, és akkor majd jó lesz. Ha rosszat választ, az bizony pont levonással jár. Jó, nem lesz ez olyan sok, de azért mégiscsak egy visszafogó erő arra a tekintetben, hogy ne kelljen az összeset megcsinálnia. Tehát azt mondom neki, hogy hogy hát ezek a pontszámokat tudja kapni. Egyesített viszonylag többszörű próbálkozás, ezeket hagyjuk ki, ezek nem kellenek. Ha készen vagyunk a kérdés kidolgozásával, azt mondjuk, hogy módosítások mentése. Elmentjük. Írni, és itt mindjárt nekem zölddel meg fog jelenni, ezt csináltuk utoljára ezt a kérdést, tehát ezt szerkesztettük. Na most, ha véletlenül valamit elrontottál, ezzel az ikonnal tudsz benne szerkeszteni. A kérdést ezzel az ikonnal tudod duplázni, tehát tudsz benne még egy kérdést, ugyanezekkel, tehát másolást csinálsz. És le tudod ezzel a kis nagyítóval, le tudod tesztelni a kérdésedet, tehát magadnak is, hogy hogyan fog ez majd a tanulónak megjelenni. Tehát látod, így jelenik meg, és akkor na, most csináljuk azt, hogy mind a kettő jó, tehát LCD és a hova tettem, a CRT, tehát ezek a kettők jók. Látod, össze-vissza keverte őket, azt mondja, hogy leadás és befejezés, és hú, nagyon örülünk, mert mind a két válasz jó. Előnézetet bezártam. Fúha, én most kapcsolok, hogy lehet, hogy azt nem láttátok. Na mindegy, oké, ezt hagyjuk is akkor. Tehát ezzel le tudod tesztelni a kérdésedet. Ennyi. Jó, na most látjátok, én már itt elkészítettem pár ilyen feleletválasztós kérdést. Most belemegyek egybe, hogy itt mit is látunk. Egy egyszerű, egy ilyen feleletválasztós kérdést, hogy mit csináltam. Még egyszer átismételjük. Tehát a próbakért, tehát ide kerül, ugye, ide a nevet adunk neki. Én azt mondom, hogy ide ugye tedd be mindig a kérdésedet is, ugyanúgy, mint ide, mert a tanuló ezt a részt fogja látni. Alapjegyet adunk neki, hogy ez az ötös súlyozású kérdés, ez 5 pontot kap. Hát ezért a kérdésről. Na most ennél esetben látod, itt csak egy válasz lehetőségem lesz. Tehát ennél válasznál egy válasz lehetőségem lesz, ez lesz a helyes válasz, ez pedig a nem helyes válasz. Ezért most itt azt mondtam, hogy nem kap pontot. És ugye lehet több ilyen nem helyes választ is betenni, és akkor azt mondom neki, hogy módosítások mentése, elmentettem a dolgot. Jó, megyek a következő kérdés típusra, az pedig az igaz-hamis kérdés lesz. Tehát igaz-hamis kérdés, hozzáadjuk. Jó, azt mondom, hogy legyen egy ilyen kérdésem, hogy, vagyis egy állítás, itt egy állítást kell adnom, ennél a kérdésnél egy állítást kell adnom, azt mondom például, hogy a memória, a RAM memória, bitekből áll, amiket kis áramkörök képviselnek. Pont. Ez lesz az állításom. Ezt az egészet ide szépen ugyanezt beírom, mert ugyanezt látják. Na most ez
Mondjuk rá, hogy ez egy súlyozott, ez egy már egy olyan közepes nehézségű kérdés, ide 10 pontot adok. Jó. Na most, a lényeg nálunk ez, hogy, hogy mi lesz a helyes válasz. Tehát azt állítsuk, hogy a RAM memória bitekből áll, melyeket áramkörök képviselnek, ez egy helyes válasz lesz. Ez egy igaz válasz, tehát, tehát ezt a mondatot a gyereknek értelmeznie kell, és meg kell mondani, hogy ez a mondat igaz vagy hamis. Most azt mondom, hogy ez a mondat igaz. Így né, ennyi, semmi extrát más nem kell mondanunk, azt mondom, hogy módosítások mentése, és már is van egy ilyen kérdésem. Pillanat csak, betöltődik. Itt van, tessék, kész van, van egy ilyen kérdésem. Nagyon jó. És akkor még a következőt is megmutatom nektek. Most ezekben nem megyek bele itt megmutogatni, hogy mi hol mára van. Tehát ebben én most itt nem mennék bele. Ugyanezt csinálom. Ez egy nagyon egyszerű kérdéstípus. Tehát kitalálsz egy mondatot, és azt mondod ennél az igaz-hamis fajtánál, hogy teszel bele valami kis csavart, amitől a gyerek gondolkozni kell ahhoz, hogy ezt a kérdést tudja-e megcsinálni. Ha nem megyünk most, akkor a következő, a harmadik fajta kérdéstípus, ez a kiegészítő kérdés fog lenni. Ezt is hozzáadjuk, ugye? Kiegészítő kérdést. Azt mondja, hogy legyen az a kérdésem, hogy a szoftvernek nevezzük, a számítógépen futó nomit is. Ez lesz a kérdés. Na most, ezt szintén ugye átmásoljuk ide, így né. Szoftvernek nevezzük a számítógépen futó, megsúgom, programokat. Tehát ezt kell majd ide írni. Nem ide fogják írni, de majd mindjárt meglátod, hogy hova fogják írni. Ez micsoda? Hát ez is egy eléggé könnyű kérdés, 5 pontos kérdés lesz. Jó, betűérzékenység. Ne kapcsoljunk be betűérzékenységet, maradjon így. Tehát ne csináljuk, de arra vigyázzunk, hogy helyesen írjuk be a választ. Tehát programokat, ezt most ide a válaszok közé ezt kell beírni, hogy programokat. Így. Tehát ez lesz a válasz, a gyereknek ezt kell bepötyögni a gépbe. Jó? És ez most számunkra 100%-ot ér. Na most, ha ne adj Isten olyan kérdésünk lenne, hogy két helyes válasz is van, vagyis egy helyes, két helyes választ is tudnának ide beírni, tehát szoftvernek nevezzük a számítógépen futó, most azt mondanám, beírnám, hogy állományokat, de ez nem jó. Akkor innen tudnánk azt, hogyha mind a kettőt megírja, akkor bármelyiket beírja, az is 100 pont, tehát ezt is meg tudjuk oldani. De én most azt mondom, hogy itt szorítkozzunk a legegyszerűbbre, tehát hogy csak egy helyes válaszos kérdést adjunk nekik, tehát itt most a programokat részről beszélek, és azt mondom, hogy módosítások mentése. És így szépen lassan rakódnak össze a mi kis kérdésbankunkba a kérdések. Lassan meg is fogok állni ezzel a résztel, elég lesz számotokra ennyi. Annyi, hogy kérlek benneteket a kérdéseknél. Próbáljátok nagyon egyszerű kérdéseket feladni. Tehát nem nagyon összetetteket. Jó? Tehát ilyeneket. Jó, hogy most kapcsolok egy kimaradt még a felelet választós, ezt megcsináltam, nem? Egy... Ja, igen, a párosítós kimaradt, bocsánat. Jó, azt mindjárt mutatom. Jó, tehát ezeknél a kérdéseknél, tehát próbáljátok mindig nagyon egyszerűen megfogalmazni ezeket a kérdéseket. Jó. Na, ami még kimaradt, ugye a párosítós kérdés, az persze. Miért nem maradt volna ki? Tehát a párosítós kérdés, itt is adjunk hozzá egy párosítós kérdést, azt mondom neki, hogy csak annyi legyen, hogy kérlek, párosítsd, hogy is mondjuk, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdést, csoportosítsd, hogy csoportosítsd a hardware elemeket. Csoportosítsd a hardware elemeket. Hardware elemek közül, tehát ide a kérdés szövege az
Így lesz, tehát ugyanaz marad. Ez mondjuk rá egy jó nehéz kérdés, ezt már sokat fogok adni mondjuk rá, sok ilyen kérdést fogok adni, ha nem. Ugye most gyors talpaló, kétfajta hardverelem van, kimeneti, bemeneti, háromfajta van, kimeneti, bemeneti, tároló egységek vannak. Na most, és akkor szépen elkezdem, hogy első kérdés, azt mondom, monitor, itt a helyes válasz az lesz, hogy kimeneti egység. Kettes kérdés. Azt mondom neki, hogy projektor, projektor, ez szintén kimeneti egység lesz. Harmadik kérdés. Azt mondom neki, hogy RAM, memória, ez tároló egység. Tároló egység. Következő kérdés. Itt lehet mindig többet adni neki. RAM memória, négyes kérdés. Azt mondom, most tegyünk már be egy bemeneti egységet. Egér. Egér. Ez bemeneti egység. Meg tegyünk be még egyet, mondjuk rá, legyen egy CD, DVD. Ez tároló egység. Tároló egység. Így né. Jó. És akkor ezt a módosításokat ugye itt így elmentem. Jó. Megnézzük, hogy mit csináltunk, mert ő mindjárt fog nekem mondani valamit, hogyha hibát követtem el. Nézzük csak. Előzetes mentegénés. Ja, kigyönítél nekem, ez most nem. Módosítások mentése. Jó. És akkor ez itt én nekem így el is mentődött. Jó. Oké. Okay. Rendben van. Akkor most, hogy is folytassuk tovább? Ennyi elég lesz nektek. Későbbiekben majd elkészítem nektek, még egy videónk biztos lesz, arról fog szólni, hogy hogyan is tesszük be konkrétan a tesztet. Az egy aránylag könnyebb lesz, csak ott is a beállításokkal lesz gond, de egyelőre számodra elég ennyi. Próbálkozz ezzel. Köszönöm, hogy meghallgattál. Találkozunk legközelebb.